használta a párjától össze, ennek a sorsa mi lett. Tehát ő ennek felnyugosultak, mert tömelik létezett a számla, és ha zárás volt a szám, bár megkörözzen, akkor ennek mi lett a sorsa? Ezt a hármat. Ezt a hármat közöttek a közöttek. Thank you.
pénzügyi közlönyt, azt a kötelező pénzügyminisztérium közleményt rögzíti, miszerint 91. október 10-i határival a felszámolók négyjegyzékéből törölni rendeli az állami fejlesztési intézetet. Ez az a cél, hogy 92.30-én megszűnt. Tehát az AFI RT-nek a 100%-os tulajdonosi jogai gyakorló pénzügyminisztérium, aki saját maga vezeti a felszámoló négyjegyzéket, 3 évig saját maga a bankkonciliát tartott nyilván, mint felszámolásra kijelölhető jogalap. Úgyhogy a jogalap ezt nyilván egy idézi a legyeket. Ugyanis a cégjegyzékből való törvéssel megszűnt a jogalap 90.30-én cégjegyzékből törölt államfejlesztési intézet, az nyilvánvalóan jogképesség, felvelés, előképesség hiányában nem lehetne sem felszámolások. Viszont megszűnik
a társaság, amelyben másik társadalmi formában átalakul, és a törvéssel szűnik meg a jogalanság, mind a kettő megtörtént, tehát az átalakulás törvés és a következő december 31-én a jogalanságnak elveli jogképességét elveszette az AFI. Ennek jelentősége a csöptörvény 6 szakasz rámbeketése alapján alkalmazott a felszállása eljárása alkalmazandó. Megnézi a 16-os sovatnak a hiányát,
vagy a 22-es rovatnak a adatait, amit a jogerőkörültől rájön, hogy ennek a 0.42-0.51-es CNC számú 95. február 20-án alapított AFI, ma már AFI értékén, az ZRT-ként körülvétel, illetve a cégnek semmi köze az előző két céghez. Na ezért a jelentőségnek a Központbíróság, hogy mi történt azon a magszámában, mert ahogy ez a harmadik AFI érték, a csőtörvény kötelező bírtásra mérhetett, átjárt 500 felszámolás ennek a harmadik AFI értéknek, az a gyanú, és feltétlenül nem megalapozhatunk, hogy ezeket a nagyon komoly milliárdos pénzforgalom bonyolított és a terülékeny bankszámlát, a lévő összegeket is jogerősen egy magántársasághoz adták meg a fantomizálása olyan rosszul sikerült, hogy összekeverték egy Bordius nevű cégcsoportba rakták be ezt az átjátszott állami pénzeket, és saját magukra kavarodta a Bordius csomóba, mert olyan cégjegyző számot vezettek be a tulajdonosi körbe, amely cégjegyző számon az a cég, hogy soha nem szerepel. Megtudjuk ezt a harmadik átjelent és piaci tisztelőség, hogy nem lehet vezetni tulajdonosi kör. Az elsőnek a tulajdonos, ami a Magyar Fejlesztési és Befektetési Bankon, tehát ő alapította jobban. Tehát ilyen cégjegyzékszámot nincs ilyen?
több akkor itt van, és parancsolni a 0-1-10-2-302-ben ezt a cégen tudjuk kilemérni, hogy Goldix X, itt van neki a Szegedi cégérzésszám, itt van neki a Pesti cégérzésszám, hogy úgy kell összeadást, és soha életben nem ütelt a Goldix Goldix-nak. Van Goldix Goldix, érdekes mondom, hogy ennyi nagyobb létezett olyan két Goldix Goldix, hogy X szertéket. Akik tovább lesznek Goldix Goldix-nak, csak az van a cégérzésszám. Annak a Budapesti cégérzésszám, Goldix 42-82. Összemosta szándékosan több céget. De Goldix X-re gondolom. Egy évek Szegeden két Goldius X volt, ott már a cégen számot foglalt a bírónő. Mind a kettőt, az egyiket felhozták Peste céget, székhelyként, a másiknak pedig csak fiók telepet létesítettek. A korábbi időszakban a fiók telepet létesítés esetén az érintett területen kellett ugyanúgy bejegyzéshez közölni, tehát lehet neki két budapesti cégezés száma a Goldius X-en. Ettől még ez két különböző cég. Ezen a tükrözésen keresztül átlátották azt a teljes állományot, amit az államfejlesztési intézetnek a szállány, tehát a közfogulási tényleg a Dozsikügy nyilvösszok harcol, hogy az 50%-os bíróság ismertetett is, hogy az 50%-os föld alatt az államfejlesztette, illetve 50%-kal területen illetős önkormányzatot. Erre a számára kellett többek között ezt az 50%-ot befizetni, erre a számára kellett befizetni másik tényeket, és feltételezem, mivel másik hangszámát nem látok, a áfi, illetve áfi eredeti level a folyamatot felszámolásra összefüggő bevételet is erre a számára kell. Van egy felszámolás, amit a tisztelt bíróság továbbadhoz, akkor itt van egy több oldalas kimutatás, 159 tételből. Ezek azok a felszámolások, ahol a bíróságok egyrészt törvénysértően rendeltek ki a AFRT-hez felszámolásokat, mert hogy soha nem szerepelt a jegyzékben, ez bizonyított tény. Tehát ezek a felszámolási cselekmények egyfelől egy jogszabályok között határtalanok, tehát ezekből az eljárásoknak alapján lezárása társadalom szerint jogszabályok között és az oktatásnak fűződik. Illetve lehet látni, hogy hány olyan felszámolási eljárás van, ahol a 92-ben megszűnik, az elsősorban 92. december 31-én megszűnt az első sor az, ami 92. december 31-én megszűnt, a második sor, ami 96-ban megszűnt, és a harmadik sor, az, ami 95. február 30-án létrejött. Tehát magyarul a csöngtörvény kategórikus tiltásával az ide kiszignált felszámolásokat a 4-es valami szerepelt, illetve egy harmadik személynek minősülő, de összemosva beállított cég, nevel a folytatták. Így jön az, hogy a 92-ben megszűnt cég nevel az egyetértés MBTS-nek folyik még 2009-esi felszámolása, és ezt a bíróságot elfogadják, miközben a 50 szakasz alapján, 72 szakasz alapján a képviselő jogsúlytságot az eljárás minden szakaszában hivatalos teremtésnál. A másik, amire még nem tudom elfogadni az alapítási kérdés vonatkozását, az teljesen irreleváns tekintettel arra, hogy a beleérített adatomon 96. február végén megszűnt céghez tartozik. Azok adatokra igazoltam, a HTT 96-os jogszabály nem pontosan mikor lépett hatályba. Én feltételezem, hogy nem megyünk év elején, tehát ez egy ilyen kérdés, ezt meg kell kérdezni. Ezt én sajnos nem tettem meg, de én úgy gondolom, hogy a 96. februárban a jogutódjunk megszűnt cégre egyszerűen a HTT értelemben nem vonatkozik. Az, hogy közérdekelt ez az alapvetésen, illetve beszélünk a tisztelt bíróság is, hogy látja ezt ismeretei alapján másként. Hát miután a... Kétségkívül, bocsánat, a bizonyítási tervezetőnek azt kell bizonyítani, hogy ezt közérdekű adat, illetve meg azt, hogy a felesnek ezt közérdekű kell adni. Állás szerint a pénzügyi, a vezető közleménytől volt a 100%-os állami tulajdonban lévő cég állami feladatot látott el. Látás, hogy egy vegyes keverék van, mert pontosan a helyi önkormányzathoz tartozó feladatkörből származó bevételt kezelte az állam.
az új váltás, hogy szintén a törvényben, a infotörvényben nevesített helyi önkormányzati feladattal összefüggő pénzügyi kezelés volt. A alapvetés alól a meghaladástól azt kell mondani, hogy eltérve a napi gyakorlatból, hogy korrekt tájékoztatást adott, hogy ők miért nem érkezett egyet. Tehát maga a tájékoztatás, hogy megtörtént az legalább tisztességes volt, és az, hogy jogorvoslat, hogy ilyen további lehetőség van, ez megtörtént. És egyre tekintettél be. Tehát a gondolat, igen, kifejezetten hivatkozott a bíróság. Egyrészt miután jelen felülmények nem próbált a felfeles, de az adatigénylés azt a felfelesen túl több más személy is előtte elvesztette, tehát így én magam is, mint magát személy, ennél fogva nekem is jobban van tudni, tehát akár vállalkozóként is felépítették ezzel az ügyben, hogy szeretném tudni, hogy a szüleim és más a szülei által több évtizedi kemény munkával megfelelnek, és elvállított értékeket, amiket privatizációnak átszázott valamin keresztül átjátszottak másoknak, hogy ezekből lefolyt pénzösszegeket kezelő számra sorsan lett. Ennél fogva a állami cég kötelező cégjegyzék kiadott a számra, ennél fogva úgy gondolom, hogy a számra működésének időtartama nem képezheti a bankot kategóriáját. A szállatot rendelkezés jogosult személye, annak nyilván valahol a jelentőség, hogy ha és amennyiben ez a bank száma 96. február 9-ét követően, tehát a 92. december 30-ét követően, amennyiben ez a bankszáma működött, akkor a számla fölött rendelkező jogosultságát a bank feltételben is látnak az iratokban látszik, hogy ennél még szigorúban és pontosabban szabályozott körülbelül sem jártak el a hatalmának két oldalán élő szervezetek, tehát a végrehajtó hatalom cégének a cégjogi vonatkozású idejét a bíróságok teljesen jogi kívül kezelték, és jól láthatóan egy leadott papír a cégbejegyzés párnapon, ami nem történt, majd utána ehhez kapcsolódóan a felszámoló jegyzőben való felvétel is megtörtént. Úgyhogy tehát jól látható, hogy itt semmiféle ilyen irányú kontroll a másik hatalmák részéről nem valósult meg, és kifejezetten hivatkozom pontosan azzal az alapon is, hogy magánszemélyként is felvétel az emberi méltóságról, az Alkotmánybíróság által a 64.1992-17. határozatával értelmezett szövegére. Ez az, hogy ilyen primitív, egyébként kifejezetten fejjelvallagos bűnözői módon átmosztott nagyobb állami vagyokat egy magántársasághoz, akik szintén rosszul fantázáltak, mert nem tudott elismerni, összekövetik a Holdingsban, sehol lehallottak. Tehát ez kifejezetten sérti az önbecsülése és az Alkotmánybíróság értelmezése szerint ez az emberi méltóság megsértéséhez, az állami cselekedetek megállapításhoz, de ez nem lehet a perpetrálni, ezt az ügyetlenül hivatkozni gondolom, hogy miért érdekel, hogy miért kívánom ezeket a dolgokat tudni, arra jogi alapot adhat, illetve nyomatékkal hivatkoznék a tisztelt bíróság által is érintettem, vagy aláírtam meg, tavaly 2011. novemberben írtak alá az állami szervek, és hivatkozni még a magyar közönyök 2004-i 76-os számában ígérgetett 1999-es gazdúgi egyezményre, ami a korrupcióról szóló polgári egyezmény, ugye a második cikke pontosan rögzíti a korrupció nemzetközi fogalom meghatározását, mert ezen 2011-es, illetve 99-es nemzetközi egyezményre állami szerveknek a korrupciós egyezményre figyelemmel nem adhat erre egy 96-os jogszabályi hatás alapján a alapesélyen állásponton szerint a tisztelt bíróság, mivel sokkal nagyobb társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy
legyen a körbetisztálásunk, hogy az MNB esetleg egy fantom cégnek vezette a számlát, ami már jól látható megkötni, mert a közlemények az látszik, hogy a 92-ben megszűnt cégnek vezetik a számláját, mert hogy jól tudják, az egyik többen, az 93-as a programészakrálni keresetes kapcsán, nem végül szerint, mert 92-es a programi keresztel. Tehát ezért a jelentőség, hogy megindult a számla, mert én úgy gondolom, hogy az állami érzet kezelése körében tudni kell azt, hogy az MNB, illetve az állami szervek a rájátkozó törvényei betartásával, hogy az ő megkezelésével jártak el, és ez szerintem olyan közöttek, akik a terpályon felfogatott törvények alapján a bíróság figyelmet és az a technikusoknak kiadatott, ami nem számla foglalva egy egyébként. Köszönöm. Okay.
tisztában legyenek, hogy ezt nem lehet megtanulni egy közérdeket, hiszen egy állami és állami kezelőszerűnek az csak megtanulni egy közérdeket. Tehát az, amire hivatkozunk, hogy szenzitív pénzügyi adat, az a magánfelek pénzügyi adatokat, egy nem magánfelekre van szó, itt az állami és egy állami tulajdonos jogi gyakorlása között jön a szó. De hát itt nem a hatályban, de kikről beszélek, ami előtt van a hatályban. A 96-ban mit volt a hatályban, én arra beszélek, ahol dolgoztam. Azt mondjuk a tisztetben nézni, hogy a HP-t pontosítottak, az a szövet szabadon kérni. Igen. Én június 30-ban tudod, de nem akarok hazolni. De hát a 96. évi 160 helyes a jó szövet, de hát nyilván, hogy 95-ben tudtinál volt hatályban. De 900 zárnyal lehet, de addig létezett. De a százas törvény az június után. Nekem közösségünk tudjuk azt, hogy kizárják. Akkor én nem volt ilyen törvénygyár, és akkor a számosat már nyújtos volna. Most egy kicsit itt azért rendet rakunk, mert most ezt kezd ugye sok lenni. Ön foglalja helyet most, ugye, mert még a beavatkozás iránti kérem, itt nem királtam, mert úgyhogy attól függően, vagy függetlenül, hogy most itt engedheti el azt a helyet elmondott, hogy említjük is, ugye? Mert ahogy a tiédzőkönyvben lesz, de ugye ez még nincs elbírálva. Mennyi van egy állásfoglás, hogy a közérdekű alap esetén, főleg a személyadatokról, a közérdek fogalma bárki beavatkozhat. Ez kétségkívül így van, csak azért azt is gondoljuk, hogy várjál, mert azért gondoljuk bele, tehát ez rendben van, hogy bárki beavatkozhat, és ez gyönyörű intézmény ez a beavatkozási intézmény, tehát ez valóban így van, viszont ezzel visszaélni a bíróság álláspontja szerint ugyanúgy nem lehet. Tehát most ugye bárki, aki jönne és benyitatna, azt mondhatná, korrupciódességre, hivatkozással én is beszélnék. Hivatkozás, akkor hirtelen nem férnék ide. De nem, 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 van egy különbség. Én nem azért jöttem át Szlovákiába, azért, bár magyarul beszélek. Én azt mondom, hogy nekem mit fizetek adót 53 éve, hát én jól mondom, tudni a közpénzek megnyitatni. Bármely adófizető, mint bármely adófizető állampolgár. De van egy speciális dolog, hiszen az az antikorrupciós felépésének felfelelésnek a alapító Nem, igen, a közeli működők, én magam is ezt magam illát, én működő szakmai munkát végzek. Tehát én 4-5 évvel alkotatok a pártot, majdnem minden pedigben valamit szerepet játszottam. És elég furcsa lenne, hogy konzekvensen, antikorrupciós tevékenységgel fogok tasztal, vagy többiekkel együtt, hogy akkor, amikor van lehetőségem rá, és van is jobb címem, hogy ezt a speciális nem... Havas úr, ez több lett, nem? Ez kétségkívül, tehát ebben egyetértünk. Viszont arra fogom megkérni, hogy ezt ha lehet, akkor írásban terjeszteni, tehát de valahogy újabb határnakhoz fogok tűzni. Ennek az az oka, hogy Felperes most újabb adatbányokat adott, ezt nekem a Feles részére muszáj kiközösítenem, a másik részének ugye az, mert ez nem annyira döntő azért, ezt nem mondom, hogy nyilván Felperes részére most adta már a Feles jelentést, és ellen kérelem. De az Alperes ismerében van abban a körben, hogy közeljenek igazából? Nem vitatta azt, eddig nem vitatta, hogy ez közeljenek. Jó, de különböző. Abban a részben, amit nem vitat, vagy amit a cáfolata nem vitat rendjére fogalmilag sem, hiszen 5 kérdésből 3 közeljenek adat, mint cégvilágosság adat, abban az adatban akár részlete most lehetne döntést hozni, hiszen ha nem lehet mérlegelni, teljesen mindegy, itt van, vagy nincs itt, elismerte a közérdeki adat, annyira foglalkozik akkor 3-ból a cég és a két alapján nyilvános adat, a balszáma száma, a utása zárása, tehát erre a 3-ot ma lehet hozni. Tényleg, és az alperesi védekezés is azt bizonyítja, hogy az alperesi nincs tisztában ezzel a cégi mozgással. Tehát, hogy tisztában lett volna ezzel, hogy nincs jogutódás, tehát, hogy össze van mosva, össze nem tartozó cég. Átképviselet van. Akkor az alperes nem 96-os átképviselet adatkozik, pont a 96-ot megelőzően határban egy bitvény adatot. Tehát ez azt bizonyítja, hogy maga az alperes is, és ez lehet akár jogindulat is, a jogviszony is a részéről, ettől függően nem jelentek elő fontosságot. Tehát nyilván nem nekem, nem jogásznak kéne ezt tudom, hanem egy feladat ezt tudni. Tehát ha maga felismeri, hogy 96 embert a jogutódnak megszűnésre van, annak a jogutód cégnek, aki 96 az eszembe 30-ig jövététre, és aki nem maga tette közé a pertárgyalának a közleményeket, akkor nem a 96-i HP-teli hivatkozik. Tehát jól látható, hogy ő maga jelenleg is nincs tisztában a kereseti kérlek valós háttér tartalmában. Arról nem is beszélve, hogy egy kicsit azért módosított, hogy is most ezt a keresetet, mert ugye nem a pénzforgalomban kér, mint a jegyezetet, hanem ez a három, hogy mit elzárás, stb. Az ismertetés
korábban szűnt meg az a cikk, aki feltettem nem is volt a Nemzeti Banknál számlavezető. Tehát az eredeti áfi, tehát a 92. december 30-én megszűnt áfi alulatónak a hívja. A kereseti kérdezőnek azért mondom, nincs olyan valósítás, mert azt mondom, hogy ami a határozott kereseti kérdezőnek az utolsó ponton, hogy a 2012. május-én át a közében tehát azt mondom, hogy azt kérjük, amit átít a tisztelt alperes. Én ehhez semmi hát nem én a keresetében itt az egy másolat. Hát ez is, hogy a keresetben ez nem is tudom semmi. Tehát okiratok kapcsolódó másolatát, milyen időszakokban, kinek ez a rendelkezésnek ez az egyedüli, akkor megszűnt a márka, igen, mikor összegek sorsa, ami lett erre vonatkozó kiratokat, közérdekű adatként való kiadását. És erre hivatkozik, hogy az összességében ők bankrotok, tehát ezt nem lehet külön választani adatokat, nem lehet külön választani szerződéseket. Ha valamit összefoglaló, mint kérünk, akkor azért az a 121 szakasz szerinti adatkére. Azt köszönöm a bíróság, az alperes. De itt most nem arról van szó, tehát az ön kérelmét az alperes egy csomagban kezelése, ez nagyon helyes is. Tehát olyat nem csinálhat, hogy számlára vonatkozó információkat kér ön, és akkor azt mondja, hogy hát ez számlára vonatkozó, ez a HPT szerinti banktitoknak, amit minősül az megben. Hát ugye mit mond a HPT? Bármely olyan számlával kapcsolatos információval kér. Ez majd a bíróság eldönti, ez nyilván az ön álláspontja, hogy nem vonatkozik, míg alperes ezzel úgy gondolja, hogy igen. Az, hogy hatályban, hogy volt nem most hatályos, akkor a PIT volt hatályos, ez rendben van, erre ugye alperes még nem tudott reagálni ezen felperesi észrevételezésre. Hát amíg kérdésztem a felvel erre a most adott tájékoztatás kapcsán, akkor őszinte lehetőség, hogy a tisztelősebb tájékoztatása szerint. A tisztelősebb tájékoztatása szerint az alperesi ellenkérletben hivatkozott HPP 1997. január 1-én lépett hatályba, amihez képest a keresett levélhez csatolt 1991. november 4-ig, illetve 1992. március 26-ig pénzügyi közlönyben megjelent hirdetvényekben azt az állami fejlesztési intézet az alperesnél számlavezető, akinek a cégjegyzék száma 01 002320, és amely állami vállalati formában működött cég 1992. december 31-én megszűnt. Az alperes korábbi feltesnek megküldött válaszából és a bíróság által röviden ismertetett ellenkérelemben foglalható nyilvánvaló, hogy az alperes semmilyen mértékben nem észlelte, vagy nem adta jelét annak, hogy tudható, viszont a előbb hivatkozott államvállalat 92 év végén átalakult és megszűnt, illetve hogy a cégjogi értelemben jogutód részvénytársaság a HPT
9. január 1-i határba lépését megelőzően jogutód nélkül szűnt meg. Ezért a feltárás álláspont szerint fogalmilag kizárt az alperesi ellenkérelemben hivatkozott HPT jelenében történő alkalmazhatóságot. Az alperesi ellenkérelemből kitűnik, hogy az szakvégzett jogász készítette, aki ennél fogva az alperesen hivatkozhat akár vonatkozó jogszabályok, akár a belalapját képező releváns tények nem ismeretére. Ezért a per jelen szakaszában azon kérdések körében, amelyek nem a szállalfoglalóra, illetve a szállalfoglalóra érintett állami szerveken kívül esetleges hallgatói személyekkel vonatkozhatnak, amire nem tudjuk fel, nem zárhatunk, hogy van egy kapcsolat is, vonatkozhatnak. Ebben a körben a tisztelt bíróság megítélése szerint döntési helyzetben van. Gyere, engedte tisztelettel kérem, a részleten elvilágható kérdésekre akár nem tudom. Köszönöm szépen. Egyébként pedig a beavatkozás nem ellenzem. És ön is, hogyha szeretném beavatkozni, mint természetes személy és a fizető állampolgár, akkor azt is értelme, de gondolom ennek a bizonyos. Nincs lehetőségek, most a hangosügyet úgy gondolta, hogy a többet ismeret alapján több bankalapításnál azért közben ők tudták kerülni, hogy... Jó, ezt én csak azért mondtam, mert nem hiszem, hogy bejelentett egy ilyen szándékát, hogy esetleg mégis szeretném, mint természetesen akár képviselőjel. Ezért mondom, hogyha szeretném, akkor azt is írásban természetesen. Következő tárgyaláson, tehát nem fogok... Bocsánat, szóval előtte ezt is az lesz. Szóval előtt. A szerint a szóbeletesztés és jó hatás előteresztésnek kell tekezni. Szeretném, hogy egyszerűen viszont fel? Igen, ezt hogy ezt... Nem, azonban figyelj bele a tartát, szerintem az összeadősek számára támogat az elegendő az, hogy a jogi érdek fennállásáról döntsünk a megjegyzési lehetőségeket. Jó, lenne a 8 napon belül kellene jó a beavatkozási kérelmet, hogy milyen hamarabb és a feladatokat nagyon szívesen vagy egyébként ellenmondás az álláspontokban, de miért azért is volt fontos, hogy szóban tegyek szemben, mert én azt szerintem kérem, hogy beavatkozást kérjük, hogy a mai napon tekintetben úgy tárgyalni, mert egy tudatlanul sorokjégi eljárás, hogy abban a körben, ahol nincs akadály a döntés tudatlanak, az a bíróság, mivel tárgyi sorokjégi is van ennek a technikusnak, az nem csak lehetőséget, nem lehetőségesítés tudatlanak, hiszen a felekvős érdeke az, hamar egyértelmű státuszt fogja sorolni. Én elmondom, hogy ezzel kapcsolatban a problémám. Az rendben van, hogy ön csatolja azokat a cégiratokat és azokat a cégkívánatokat, hogy mikor szintén ez az intézmény. Csak az a baj, hogy nekem arra vonatkozó információ, hogy ez a számomra mikor szólt meg, nincsen. Az a tisztelt bíróság is, mint a kíváncsi, hogy eltelt. Most más kérdés, hogy viszont abban az esetben, sőt, ez egy kimentőség, mert ezek alapján még az is könnyen lehet, akkor viszont a HPD alkalmazása nem kizárt. És akkor innentől kezdve, tehát ahol
van egy dolog, a HCT-nek van egy rendelkezési utaló szabály. Amennyiben törvény másfél nem rendelkezik, ezt meg kell nézni. Ez azt jelenti, hogy a bankjukokkal... Azt meg kell nézni, hogy a bankjukokhoz szabályok, van egy olyan klauzula a legvégén, amennyiben törvény másfél nem rendelkezik, meg megnézni. Ez azért van, hogy ha van egy ilyen szabály, mint a rendőrségi törvény, az adatvédelmi törvény, amik lesz speciális kép viszonylag a törvényhez, akkor igenis ki kell adni a bankjukokkal. De az rendőrség az rendben van, tehát akkor... Például mondtam, hogy ahogy a rendőrség törvény speciális a HPT-hez képest, ugyanúgy az adott rendőrség speciális szokták. Más az indítványozat nem lehet.
és megvették elég sok kihozásban részletem, és a bankitok a hivatkozással a bűnözői példutásokat soha nem jó, látozták. Akkor ezek a úgy kellene, hogy először mindenki egy képzésről bejegyeljük, ha hasonlottak ebből a valakítók egy felfelés oldalon, nincs értelmezésnek kellene, jó? Tehát, de úgy kellene, hogy még mielőtt a hivatkozatát jelzékenyeztük a felfelést, jó? Jó, köszönöm. Amit a mindenhol mondott,
Addig a kormányzatja. Ennyi, hogy megváltozik, megváltozik. És azért mondod egy nagyon jó, hogy azért a hétközök fogalmakban a jövő elkezdték úgy van lehet, hogy megvetnek, nem ma szoktam meghallani, ha egy 10 év múlva értéke súlyú, azért a nagyon az nép a... Hát a beavatkozás elvigyelésre számolták. Hú, csak az észre kapjuk. Az alapjárások mérjük, és itt nincs jelen, sem hallja, hogy történt a tárgyatelemben. De nincs helyen, a fellebbezés nem tudjuk az alapjárások. Nincs, hogy formál át tudatos a kérdőséget. Ez így csodálatosan hangzik, de jó,
Köszönöm. Nyilvánvaló, hogy most itt senkit nem akarunk bűncselekmények követésével vádolni.
pozitívan használjuk a kommunikáció helyre. Tehát én tudom bizonyítani, hogy a felszállott ügyvédjék illegális vezetésének a látszatát kulasználva, esetleg kulhasználták aztán jósnak a személyek, kiderítettek, hogy tudatok voltak, hogy ugye vagy kizárt körülmény, amit ugye egy ellenbizonyítási pont azt kell fogadni, hogy én jelentek ebbe, hisz egy másik közöttől akkor a bizonyítani, hogy fogalmat a kizárt. Nem adtuk meg neki a lehetőséget sem. Elnézést, amikor megküldtük a keresetet, akkor ő maga válaszolta vissza, hogy ismeri a cégünk állapotot, mert ha rosszul is lehivatkozott arra, amire a cégünk állapot vonatkozik. Tehát, hogy nem a kicsúnyában vette azt, hanem meg kellett, hogy nézze. Rosszul idézte vissza a valamikor figyelmetességet, célvetességünket, de ha ő utal arra, hogy utána nézés után reagál a megkeresésre, tehát hogy a pedagógiai szakaszban, abban ő egy konkrét termésterületben megnyugolt a határozatnak, a számolatásnak, amikor jogszerűnek tekintett használatban, és ehhez képest később, vagy azt mondja, hogy nem készült az ügyből, hogy a számolatokban 90-ben a eset után is még élő volt. De ezek után hivatalból kell vizsgálni azt, hiszen a bank számolatítás módosításnál a banknak be kell térni azokat a jogosítókat, ami a jobban lépést alapítja meg. Ha nincs jogdúrja a megszűnt szervezetnek, akkor mi alapjegyezték a jogdúrót? Hát ez egy elégedett kérdés. Mi nem lehet, hogy nincs, nem lép okidatot, nem lehet ebben. Jó, ez rendben van, csak ez akkor sem ennek kell tudnára. Tehát annak a számla létének és a jogellenesség vizsgálata, hogy jogellenesen létezett tartáta vagy sem, ez nyilván, hogy önök ebben elítik ki, tehát ezzel indokolják, mi a célja ennek a közérdekű kérdésnek. De ez nem ennek a vizsgálatnak a tárgya. Tehát ez, hogy a bíróság számára ez most világos, az egy dolog. Ugye itt jelen esetben egy közérdekű adatot igényel fel, és nem azt kell szerintem, hogy ez egy közérdekű adat. Az adat kezelője az, az alperes, tehát hogy jó személy felel, és hogy ez közérdekű adat, aminek a kiadását ő kérheti alperes, ez az ember, hogyha védekezik és nem ismeri el, akkor vagy ez még nem az ő kezelésében van, vagy ez mondja, hogy ez nem minősül közéletű adatnak, vagy a harmadik lehetőség az az, hogy a kivételekre hivatkozik. De ha kivételre fogszerűnek kell lenni, mi vagy? Hát ha kivétel hivatkozása olyan időszakolás, amikor vagy a törvényhúz határban, mert itt volt a dolgok, vagy ha hatályban van a szálla élő, az az élő nem lehet jogszerű viszont fogalmia, mert megszűnt a jogalany. Mi vagy, hogy itt nincs? Az, hogy nem jogszerű, ezt nem vizsgálhatom. Ha azt mondja, hogy ez a szálla akkor is létezett, és a HPT vonatkozik, akkor ezt kell elfogadnom. Az, hogy ez mennyire jogszerű vagy nem, ez nem a jelen pernek a tárgya. Jogvonalásról van szó, adatvédelmi szabályoknál is, például adatjuk egyéni aggást hozottan lezárni a pertárgyát, hogy nem jönnek tudom a pertárgyát. De két dologban el is fog elmondanám, hogy azért hivatkozom rá említőt. Nem, hát ő a másik, aki egyébként jelenek. De hát a másik lényeg, hogy csinálja egy dialogot gyakorlatilag a portfóliójában. Tehát két dolog egyértelműen tettek. Az egyik az, hogy indítványtára is hivatkozhat be, ezt megtörténhetünk. Vagy a másik dolog az, hogy a leszűkítése nem vezetett oda, hogy azokat a tényeket, amelyek relevánsak viszont a jogszerűségért, már pedig a jogvédelemért a jogszerűség, az egy fogalmi feltétel, hogy csak arra lehet vonatkozni, hogy a jog támogat. Ha a védekezésből kiderül, hogy nem támogatható, jogellenes a jogbekerülő lépése irányú a kimentés, akkor az a bíróságnak erre nem utasítani, ha már most megállapítható, hogy fogalmi lehet jogszerű, mert vagy az ember, mert ha tovább jelent a forgalom, akkor az a legális előtteted, az, hogy azért is a védelem, ha előbb szinten, akkor is határozik. Ha már egyet nézzük, mindenképpen az ő kimentésében a megdöntésére megdöntésére. Már most van tárgyalás. Lesz, hogy nem úgy vezetett oda, melyek a remel
csak pártképviseletben megvalósuló. Csak pártképviseletben megvalósuló. Számomra rendelkezési tekintettel figyelemmel a PTK népszakadt lépekedésével, jogvédelmet nem élvez, persze kimentés alapja nem lehet. Amennyiben a számra rendelkezés és fenntartás 2007. január 1-jén előtt szűnt meg, ahogy erre a felelőtti válasz levél.
végre kormányon. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. És akkor a búzós kormányon. Köszönöm. Csak.